A Vonósoki volt a főszerep itt a Zentai Alkotóházban a csütörtöki napon, a Tokkal Vonóval elnevezésű népzenei képzés keretein belül. A 22 jelentkezővel 5 oktató foglalkozott. A gyerekek már reggel 10 órakor nekiláttak a foglalkozásnak. Megtanultunk új kottákat hegedülni, és öröm volt együtt játszani a többiekkel. Milyen kottákat tanultatok? Népzenei kottákat. Szerencsére most már mindenki fejből tudja, és örültünk, hogy többieknek is eljátszottuk. A foglalkozások nagyon jó hangulatban teltek. Nagyon tetszett, öröm, hogy a többiekkel is bírok játszani ilyen új kottákat. Nagyon jó, hogy mindenki tudja, és már együtt is tudjuk játszani. A képzésen résztvevő gyerekeket kezdő és haladó szintű csoportokba osztották. Voltak közöttük olyanok, akik több éve hegedültek már, míg mások csak nemrég szerettek bele ebbe a hangszerbe. Sok mindent csináltam már eleve, néptáncoltam, furuljáztam, mindent, és most csak így 5. kezdtem el a hegedűt. Miért szerettél volna jelentkezni erre a képzésre? Hát mert hogy nem ez az első táborom, és hogy én is már majd januárban 6 éve már hegedülök, és tartom a népi hagyományokat. Az oktatók délalföldi népzenét tanítottak a fiataloknak. Nyilván tanulni mindig van mit, tehát bárki bárhol tart, vagy bárhol gondolja, hogy tart, mindig van hová, és mindig van mit tanulni, újat, jobbat, többet. Úgyhogy gyerekek, akik itt vannak, nekik már van egy alapjuk, ezt nyilván csiszoljuk tovább, és bővítjük a repertoárjukat új dalokkal. A képzés legfőbb célja a népzenei utánpótlás nevelése. A szervezők elmondták, hogy sok ismerős érkezett Zentára, hiszen a Hagyományok Háza hálózat folyamatosan igyekszik népzenei programokkal ellátni a gyerekeket. Hát az egyesületekben folyik évközben is a munka, ahol van oktató, mint például Csonka Ferenc nagyon sok településen vállalja az utánpótlás, a vonós utánpótlás kinevelését, Zentán is akadnak gyerekek, hajdujáráson is ők vannak most itt, illetve Óbecsén is Cseszák Zsombor tanít vonósokat, most onnan is vannak gyerekek. A képzésnek több mint 70 résztvevője volt.